Hát itt mit mondhatnék, Csíkszentmihályi Mihály jut mindig eszembe. Én találkoztam is vele, többször olvastam a könyveit, és nagy hatással voltak rám. És amikor arról beszél egy könyvében, hogy mit hagyunk magunk után. És nagyon megmaradt bennem, és egyszer találkoztam vele utoljára, amikor Magyarországon volt, és kérdeztem tőle, hogy professzor úr, van még flow? És azt mondta, hogy flow van, idő nincs. És nagyon megmaradt ez bennem, hogy mire használjuk azt az időt, ami nekünk hátra van. És mindenkinek ketyeg visszafele, és bennem egyre inkább kezdett el letisztulni, mire is akarom én ezt az időt használni. Tehát számomra az, hogy építünk egy sikeres céget, az önmagában nem elég. Mi számít sikernek? Én azt gondolom, hogy pénzügyi sikerekben gondolkodnak nagyon sokan. Nekem a sikeres cég arról szól, hogy értékes céget építünk, ahol tényleg az érték az ember, a közösség, és azt gondolom, ez a közösség is ilyen. Bértesi Robit nem tudom, ismeritek-e, a Hiperkarma énekes, és neki van egy olyan szám, amiben azt énekli, hogy aki megengedheti, az mind megengedi. És nekem ez nagyon megmaradt ez a mondat, hogy mi ne legyünk ilyenek, megengedhetünk sok mindent magunknak, de ne engedjük meg, hanem nagyon más vezéreljen bennünket. És amikor arról beszélünk, hogy egy társadalmat meg kell változtatni, hol kezdjük? Tehát kezdjük, hogy mint cégvezető céges tréningeket tartsak. Vagy nem jó, az már túl késő, mert látom, hogy már olyan problémák vannak, hogy az korábban kellett volna kezdeni. Elindultam az egyetemek fele, egyetemi előadások, aztán rájöttem, ez is késő, még korábban kell menni, gimnázium, általános iskola, óvodai oktatások. Most éppen beszállunk egy ilyen a Bloom óvodai programba, és így jutottunk el végül a szülésig, a feleségem révén egyébként, hogy tőle tanultam meg, hogy az első megküzdési stratégiánk saját megszületésünk. És az, hogy ez milyen volt, ez kihat nagyon sok mindenre. És innen kezdtük ezt, hogy nagyon korán kell, az egész embert komplexen kell nézni, nagyon sok irányba kell hatni ahhoz, hogy tényleges változások alakuljanak a társadalomban. És hát a mai nap ez nekem egy ilyen gyönyörű keretes szerkezet, mert amikor még nem tudtam, hogy én díjat fogok kapni, már akkor leszerveztük, ma reggel én benn voltam a Varázspálca díja Szurikáta alapítvány. Olyan egy fantasztikus esemény volt, szülők és gyerekek választották ki, hogy ki az a pedagógus vagy oktató, aki legtöbbet tett a gyerekek nevelésért, egy diabéteses gyerekek nevelésért, és ezen voltam ott, hogy láttam, adták át a szülők a díjakat azoknak a pedagógusoknak, óvoda pedagógusoknak, oktatóknak. És hát ez egy fantasztikus, hogy reggel átadtam egy díjat, este pedig átveszek ezért a munkáért egy másik díjat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és arra biztatok mindenkit, arra használom ezt a díjat, hogy még tovább vigyem ezt, hogy adni jó, segíteni jó, és önmagában az, hogy valaki egy sikeres céget visz, az ne legyen elég, hanem adjon vissza valamit a társadalomnak. És hát köszönöm a feleségemnek, hogy kibírja mindazt a pörgést, amit én itt végzek körülötte. Tényleg valamikor egy nap 3 rendezvényen vagyok, munkám egy része most már tényleg ezzel telik, de én azt gondolom, hogy ezt tartom fontosnak, és ez viszi előre a jövőt, a társadalmat egy más irányba. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszönöm a díjat a Shell-nek.